A várandóság és egy kisgyermek születése mindig örömteli esemény egy kismama számára. Ám ezek nem csak az életükben, hanem a testükben is nagy átalakulást eredményez. Az úgynevezett szétnyílt hasizom egy olyan probléma, ami a kismamák 50-70%-át is érintheti. Magyarországon évente több mint 90 ezer szülést vezetnek le, vagyis itthon több mint 60 ezer kismama küzdhet ezzel a problémával. Hogyha belülről elkezd nőni a hasüri nyomás, például terhesség alatt elkezd nőni a baba, akkor először az izmok kezdenek el széltében megnyúlni, majd hogyha az izmok elérték a nyúlási határukat, akkor a közöttük levő inaslemez is elkezd szétfeszülni. Ha az inaslemez megnyúlik, akkor utána az már nem fog tudni összehúzódni. Szülés után előfordulhat, hogy ezzel a problémával szembesülünk, amit szétnyílt hasizomnak hívunk. Rectus diastasis. Gyakran a nők csak a szétnyílt hasizom latin kifejezésével találkoznak a zárójelentésben. Ezért sokan vannak, akik nem is tudják, hogy pontosan mi ez, vagy azt, hogy létezik rá megoldás. A pocak egy olyan digitalizált gyakorlatsor, amit a Fontanus központ szakemberei fejlesztettek ki, és ami végre segítséget nyújthat az anyukák számára. A pocak tulajdonképpen egy 8 gyakorlatból álló gyakorlatsor, amit az elmúlt 12 évben a Fontanusnál fejlesztettünk ki, amit anyukák otthoni körülmények között néhány perc alatt tudnak használni. Nagyon jó eredményeink vannak, kiváló visszajelzéseket kaptunk az anyukáktól. Eddig negatív visszajelzésünk még nem is jött. Az egyenes hasizmok nem tudnak maguktól közelíteni egymáshoz, előbb meg kell őket erősíteni, hogy aztán záródni tudjanak. A pocak gyakorlatai lépésről lépésre segítenek ebben. Csupán napi néhány perc elég ahhoz, hogy akár 2 hónap alatt látványos eredménye legyen. Ám a gyakorlatok előtt először a program egy egyszerű önvizsgálati módszerrel segít megállapítani, hogy az érintettnek tényleg szétnyílt hasizma van-e, és hogy milyen mértékű. Simán hanyatfekve a földön, hasunkra téve a kezünket, egy kicsit megfeszítve a hasfalat, meg lehet azt nézni, hogy az ujjaink becsúsznak-e a két hasizom közé, hogyha igen, akkor szétnyílt hasizomról van szó. Attól függően, hogy széltében hány ujjunk fér be, tulajdonképpen azt fogja megadni, hogy hány harántúlnyi a szétnyílás a hasizomnál. A szétnyílt hasizom nem csupán esztétikai probléma. Az elváltozás kezelés nélkül komoly gerinc problémákkal, sőt, akár nőgyógyászati betegséggel is járhat. Az első 2 gyakorlat az teljesen elérhető, és utána nagyságrendileg 10.000 forintot kérünk a teljes gyakorlatsorért. Emellett pedig további értéknövelő szolgáltatások vannak, például lehet konzultációt kérni a doktornővel, és egyéb tartalmakat raktunk, amik kifejezetten a szétnyílt hasizom esetén fontosak lehetnek. A pocak 2017-ben és 2018-ban több pitch versenyen is elindult, ahol a döntőig jutott. Magyarországon számos pozitív visszajelzést kaptak már, ami csak megerősítette a program fontosságát és azt, hogy a nőknek szüksége van a pocakra. A legrégebben szült nő, aki megkeresett minket, ő 23 évvel a szülése után keresett meg, és akkor kezdtük ezt a programot el vele. Másfél év alatt neki is záródott a hasizma, tőle is pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy még ennyi idővel a szülés után is lehet ezzel mit kezdeni. Európában évente mintegy 8 millió szülést jegyeznek. A világ minden pontján igény van egy olyan segítségre, amellyel az anyukák szülés után visszanyerhetik önbizalmukat. Ilyen 15 millió forint befektetést keresünk a tőkeportálon keresztül, annak érdekében, hogy a pocakból egy teljes kiforrott terméket tudjunk fejleszteni, amit bevezetünk Magyarországon, és utána pedig a cél az igazából egy világszintű termék fejlesztése.